Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Szent Erzsébet ünnepén, evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattak engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhatok érte Istentől? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akiket, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsön, milyen hálára számíthattok? a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hiszen ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok, jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Kedves testvérek! Hasonlattal szólva azt mondhatjuk, hogy az Úr Jézus tanításában ez a most hallott evangéliumi részlet már a doktorandus képzés. Aki már az ellenség szeretetet is meg tudja valósítani, az valóban és mindenben Krisztus követője. Ide kellene eljutnunk. Ez nem az alap, hanem ez a csúcs. Az alap valahol ott kezdődik, hogy ha csak azokat szeretitek. Ez ugyanis a viszonosság megvalósítása. Már ez sem könnyű dolog, hiszen sokan vannak, akik önző lelkűek, akik segítséget kérnek ugyan, de még csak meg sem köszönik arra pedig már nem mozdulnak, hogy éppen ők segítsenek valakinek, aki azt igényli. Pedig már a mesékben is ezt igyekeznek elültetni a gyerekek szívébe, jól tett helyébe jót vári. Igaz, ezek a mesék arról nem adnak tanítást, hogy valakinek el kell kezdenie a jó tettet, vagyis az élmezőnybe kell tartoznunk, nekünk kell kezdeményeznünk. Előzmény nincsen, de hát valakinek el kell kezdenie. Már pedig éppen itt kezdődik a kereszténység. A jóra vagyunk ugyanis beállítva, hiszen a jó Isten teremtett minket, és éppen ezért magához hasonlónak, vagyis a jóra teremtett. Minden jónak éppen ő a kezdeményezője ebben az általa teremtett világban. Így az istenes embernek igazán nem kell sokat gondolkodnia azon, hogy miért és kivel tegyen jót. A felebarát kifejezés világosan megmondja, hogy kikhez legyünk jók, a Krisztusi parancs pedig ezt kötelezővé is teszi számunkra. Ha valakiben már annyira meggyökeresedett a jótettek gyakorlata, hogy eszébe sem jut bárkinek is ártani, az már próbálkozhat az Isten parancsa szerint az ellenség szeretet gyakorlásával. De tudnunk kell, az ellenség szeretetéhez nem elég a jóra való készség. Még nagyon sok egyéb erény is szükséges hozzá. Ilyenek az önfegyelem, a mértékletesség, az igazságosságról való lemondás és az Isten gyermekség mély tudata. Ha ezeket is sikerül begyakorolnunk és életünkben megvalósítanunk, akkor már képesek lehetünk arra, hogy a rosszat jóval viszonozzuk, és lemondjunk a megtorlásról, sőt, túllépjünk az ellenszenven és haragos indulatainkon. Szeressétek ellenségeiteket! Ez lenne az igazi béke alapja is. Ezzel volnánk képesek elkerülni nem csak a személyes konfliktusokat, hanem a családok vagy nemzetségek, sőt országok ellentéteit is. Úgy tűnik, hogy ezzel a felszólítással élesen szemben állnak az Úr Jézusnak azok a kijelentései, amelyeket szintén Szent Lukács jegyzett föl. Azt mondta, azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Pedig a kettő között nincs ellentét. Az Úr Jézusnak éppen az ellenség szeretetet, való, szeretetet követelő szava az, ami szembefordítja az ember, egymással az embereket. Hiszen mindenki más, más lelki szinten áll, és még ha jóra törekvő is, akkor sem tudja igazán megvalósítani. És ez már valamennyire mégiscsak a szakadás. Vagyis az ellenség szeretete a cél, ahová el kell jutnunk, a jelen feladata azonban a szeretet gyakorlása. Amen.